Na következzen akkor az első rovatunk, a post-comment rovat. Szerintem még mindig érdemes elmondani, hogy az a lényeg, hogy posztolunk valamit, általában egy videót vagy képet, és arról itt kommentelünk élőben a műsorban. Néhány nappal ezelőtt elérhetővé tettük a YouTube oldalunkon azt az interjút, amit Kuruc Imrével készítettem, ő az NRC kutatási igazgatója, és készítettek egy felmérést a Facebook hazai felhasználói körében. Az aktualitás természetesen a botrány adta, annak a nyomán indított el Imréjék ezt a kutatást. Nem titok, hogy a mi kérésünkre egyébként, tehát a műsorunk kérésére készült ez a kutatás, és megnézték, hogy a hazai internetezők körében, és azon belül is a Facebookozók körében milyen a megítélése a legnagyobb közösségi oldalnak. Én kivettem ebből a 10 perces interjúból egy 1 perces részt, amiben most belenézünk, és egy kicsit majd kommenteljük. A magyar Facebookozók egy ötödével előfordult már az, hogy megosztott álhírt, és erre később rájött, tehát tudatosult benne. Nyilvánvalóan ennél az egyötödnél valószínűleg többen vannak, akik valóban osztottak meg álhírt, csak lehet, hogy ez később nem is derült ki számukra, vagy adott esetben szándékosan megosztották úgy, hogy tudtak róla. Tehát ez a 20%-nyi Facebookozó, ez azoknak az aránya, akik úgy osztottak meg álhírt, hogy később erre rájöttek, és mondjuk megbánták, mert nem szándékosan akarták félrevezetni az ismerőséget, vagy azokat, akik olvassák a hírfolyamukat, hanem ők valóban azt gondolták, hogy ez egy fontos információ, ez egy fontos hír, amit meg kell osztani. Vannak különbségek, tehát például adatvédelem szempontjából úgy tűnik, hogy elővigyázatosabbak a nők, vagy elővigyázatosabbak 30 év alattiak, de ahol igazán komoly különbség kijött, az pont az álhírek terjesztés, és valóban az iskolai végzettség tekintetében, míg mondjuk a diplomásoknak az 5%-a állította magáról, teszem hozzá, tehát állította magáról, hogy ő nem szándékosan tévedésből megosztott álhírt, mondjuk az elmúlt egy évben, addig a legalacsonyabb iskolai végzettség, az alapfokú iskolai végzettségeknek a 45%-a állította ezt, tehát óriási a különbség. Azzal kezdte Kuruc Imre, hogy a Facebookozók ötöde rájött arra, hogy már osztott meg álhíreket a Facebookon. Bódi Zoltánnal néhány nappal ezelőtt beszélgettünk erről, és mondtad, hogy kifejezetten hangsúlyozandónak tartod azt, hogy rájött. Tehát ezt a kifejezést. Igen. Hiszen miről van szó? Álhírekről. Tehát olyan hírek, amelyek tökre híreknek néznek ki, úgy adják el magukat, pontosan úgy néz ki. Még van is valami alapja, tehát hihető. Alapja is természetesen, formailag és meg tartalmilag és minden. Csak éppen nem igaz. Csak éppen nem igaz, és tehát álcázza magát. Tehát magyarán szóval óriási a látencia ennek a kutatásában is, és magában a jelenségben is, tehát hogy tudom, hogy álhíre vagy sem. Mert aki nem jött rá, honnan tudná bevallani? Szentül meg van győződve róla, hogy rendes hírt osztott meg, és nem álhírt, és egyébként én rettenetesen örülök ennek a kutatásnak, mert ez a tipikus példája annak, amikor van egy hétköznapi téma, egy ilyen igazi forró téma, amiről mindenki beszél, és végre a mi társadalomkutatók rárepülünk a témára, és rendesen megmérjük, vagy legalábbis megpróbáljuk mérni, hogy mi az igazság ezen a területen. Megkérdeztük néhány pirézt, hogy mit gondolnak róla. Igen, pirézek, igen. Egyébként megérkezett Betyár a stúdióba, köszöntünk szeretettel. Te például álhíreket osztottál már? Én kérem szépen, én abban a szerencsében volt részem, hogy én hírszerkesztőként is dolgozhattam egyébként bizonyos rádiókban, és emlékszem a kuvaiti iraki megszállásra, egész pontosan ugye az amerikai válaszcsapásra, sőt a szeptember 11-i utáni válaszcsapásokra, és már ifjabb George Bush részéről, amikor sikerült berohannom a stúdióba azzal, mint kisegítő, lelkes hírszerkesztő kolléga, hogy gáztámadás van Irakban, és aztán 2 perc múlva kiderült, hogy hát az nincsen, de a CNN arról beszélnek éppen, hogy mit kell majd csinálni, ha esetleg gáztámadás lenne, úgyhogy egy ilyen nagyon, ez egy élőben elkövetett legsúlyosabb álhír bemondás volt. Hála jó Istennek, másfél percen belül sikerült korrigálni, igen. Helyes. Én azóta is azt mondom mindenkinek, hogy fékezzük meg az álhíreket. Igen, a fake news-t, így van pontosan. Egyébként annak is örülök, hogy ráirányítja a témát arra, hogy az álhírek azok létező jelenség, és ezen lehet küzdeni, és mindannyiunknak érdeke a dolog, tehát hogy milyen ismertető jegyei vannak. Tele van egyébként maga a Facebook is, meg a internet is, könnyen meg lehet találni ezeket a segédeszközöket. Tehát nem fog elolvasni ezeket a segédanyagokat. De minél többet beszélünk róla, annál inkább, és egyébként a kutatás is mutatta,
hogy a legalacsonyabb iskolai végzettségük, tehát az alapiskolai végzettségük, vagy az alattiak, saját bevallásuk szerint a 45%-uk már osztott meg álhírt. Mit jelent ez lefordítva? A legalacsonyabb iskolai végzettségűek tekintetében is nagyon magas szinten van a tudatosság. Uh-huh. Ő is rájött, tudja, igen, hogy mi az, hogy álhír, ismeri, igen, a jelenséget, igen, és a 45% saját bevallásuk szerint egy olyan jelenségről, ami látens, tehát rejtőzködik, és mégis utólag rájött arra, hogy hopp, itt lehetett valami. Ugyanakkor hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy borzasztóan nehéz bármilyen álhírek ellen küzdeni, amikor persze, mondjuk egy ország összes létező médiumában, az összes felületen maga az állam hazudik az embereknek például. Ilyen is előfordul bizonyos államokban. Akkor viszont akkor nagy bajban vagyunk. Komoly gyanúja lehet az összes polgárnak. Egyébként. Legalább egyébként az etalonját esetleg fel tudja mutatni, mint állam, ugye, hogy mi is az álhír. Például egy államilag terjesztett álhír, az biztosan az. Hogy kiderül, hogy a lam is áll, hamisított lam, ugye az az állam. Vagy hogy dolgoznak valakik tényleg pénzért álhír szerkesztők. Na, menjünk tovább. A rádiónak a korszakán, hál' Istennek, azért túl vagyunk. Aki a kutatásról több részletet szeretne hallani vagy olvasni, keresse meg a YouTube oldalunkat, de mi most megyünk tovább, ugyanis még megmutatok egy rövid kis reklámklippet egy média művészeti kiállításra, amit Párizsban a Grand Palais, jól mondtam? Olyan szépen. Grand Palais-ban indítottak, vagy nyitottak meg, és ez egy média művészeti kiállítás. Olyan megszokottak ezek az eszközök a média művészetben, hogy képernyők vannak kiállítva, ráadásul hatott sugárcsöves régi képernyők, meg ugye egy mikrofonba belefúj egy hölgy, és akkor a pittypangnak a olyan, mintha 10 éve Svájcban folyamatosan ugyanaz a cebit menne mondjuk a Hannoverben. Illetve én majdnem azt akartam mondani erre a bejátszásra, hogy engem múltkor egy ugyanilyen fogadott egy egyszerű bankba, besétáltam, és ugyanilyen 2 méteres City Light poszter méretű lett falkon. Támogatják a művészetet. Akár a művészetet is egyébként, mert most már amúgy nagyon komoly hagyománya van annak, hogy alkalmazunk alternatív, úgynevezett underground művészeteket egészen professzionális dolgokhoz. Szerintem nyugodtan reklámozható itt a Sportsziget nevezetű rendezvénye Budapestnek, amelyik most volt nemrégen 10 éves, és kifejezetten az a marketingjük úgymond, hogy az utcáról a deszkás gyerekeket kell megszólítania, de mondjuk egy OTP bank, vagy egy hasonlóan nagy méretű bank, és ilyen kommunikációs csatornákat használsz, úgyhogy ez nem távol a valóságtól. Neked melyik tetszett a legjobban ezek közül bemutatott eszközök közül? Nekem az egésznek az érzése tetszett, az a hangulat, ami átjött ezekből a megközelítésekből, hogy egy teljesen újfajta, tehát ilyen teljesen neo művészeti környezetben és kontextusba kerültem. Megszokott eszközök, valami furcsa új közegben. Megszokott eszközök, egy hagyományos kiállító térhez képest, szerintem ezek az eszközök nem megszokottak még mindig, tehát menjünk a Szép Művészeti Múzeumba, vagy a Nemzeti Galériába, azért általában nem ilyen technológiai környezetben vagyunk. De hogy nagyon közelít a valósághoz az, amit a jövőről elképzelünk. Igen, és ez az élő, mozgó technóközeg, ez valóban beindította az én fantáziámat is.